Május végén még csak ültették, de már akkor is bőszen locsolták a dohányt Ófehértón. Néhány hónappal később pedig már a zöld dohány betakarításának egyik első lépését, a törést láthatjuk. A sorok között közel 40 fokban hajolgatva törik a munkások a dohányszár alsó leveleit, amelyek már éretnek számítanak. Vagyis ezen a földön kézi munkaerőt használnak. Ahogy törik, úgy pakolják is a speciálisan erre a célra kialakított járműre. Van is mit betakarítani, mert bár az aszály mindenhol komoly károkat okozott, a rendszeres öntözés meghozta a várt eredményt. Öntöztünk is, még területet hányszor, attól függ, hogy a kútnak mekkora a kapacitása, 10, illetve 12 alkalommal öntöztük meg ilyen 25-30 mm-es csapadékkal, aminek az eredménye tulajdonképpen látszik is itt mögöttünk, mert azt is elmondhatnánk, hogy ilyen dohányunk még soha nem volt. Tudnilik, ugye a vizet mi szabályoztuk, és akkor folyamatosan tudott táplálkozni a növény alatta lévő trágyából. A tavasz késett két hetet, és mivel a mesterséges öntözéssel nem olyan intenzív a dohány növekedése sem, így most egy hónapos csúszással tudták megkezdeni a betakarítást. Kérdés, hogy mikor jön majd az első komolyabb őszi fagy, mert akkor azonnal vége is a betakarításnak. De más tényezők is aggodalomra adhatnak okot, például az energia árak. Tavaly átlagosan 100 forint volt egy köbméter gáz, múlt hét második felében ez már 1400 forint volt. A helyzet javításának érdekében a dohánytermelők hétfőn tárgyalásokat kezdtek az ULT Magyarországgal. Nem tudunk megegyezni, vagy nem olyan ajánlatot tudnak adni, mert akarnak, csak hogy tudnak-e, az majd attól függ. És akkor sajnos elsőnél le kell, hogy állítsuk a törést akkor. Mert most per pillanat egy kamra dohányt mire berakunk, tehát a töréstől kezdve, csak a töréstől, az eddig nincs számolva, az eddig mondjuk a támogatásból fogjuk rá, hogy kijön, nem biztos, hogy kijön, de fogjuk rá, hogy kijön. Egy pajta dohány berakása, kiszedése, elválogatása, meg a gázenergia 1 millió 500 és 1 millió 600 ezer forint. Egyetlen egy pajta. Ebből tervezünk most az idén, vagy terveztünk berakni 250 pajtát, hát akkor ki lehet számolni. Viszont a mostani áron az abból kiszedett száraz dohány értéke az ilyen 1 millió 2 és 1 millió 3. Tehát egy 3-400 ezer forint mínusz van minden berakott dohányon. Ahhoz, hogy a betakarított dohányból jó minőséget tudjanak majd eladni, fontos az is, hogyan tárolják. A kereteket tele kell pakolni, és szorosan a másik mellé kell tolni, hogy a levegő csak a dohány levelek között mehessen el, máshol ne. Az időjárás miatt viszont néhány olyan levelet is le kellett venni, amit normális esetben még hagyni kellett volna érni. Érdetlenül levettük. Ez olyan, mint mikor a házi azt oda teszi a süteményt sülni, és akkor fél sülve kiveszi, és akkor nem tudja hasznosítani, kivesz dobva a kutyának. Hát sajnos ennek is ez lesz a sorsa. Egyrészt, ami nagyon zöld, mert az teljesen zöldre fog száradni, és az értékre nem veszi meg a levő. Ami kissé zöld, azt elkezdjük majd színesíteni, és majd két hónap múlva valamennyi klorofil lebomlik, tehát ez a zöld szintes lebomlik, és akkor vagy barna, vagy sárga, és akkor értékesíthető lesz. Az átválogatott, szárított dohánylevelekből különböző dohánytermékek készülnek majd a felvásárlást követően. Bogó, szivar, dohánypipa és cigaretta is lehet a végtermék.